Kedves szülők, most elárulok nektek egy kulisszatitkot. Ez egy nagyon nagy titok, de most fény derül rá. Amikor megtanítjuk a gyerekeket vezetni, de nagyon, elmegyünk a forgalmi vizsgára, képzeljétek el, akinek a szüleje nagyon rosszul vezet, attól a gyerek rossz példát lát. És a forgalmi vizsga alatt alig ilyen 30-50%-ot mutat be a gyerek, abból, amit én tanítok neki, a másik 50-60-70%-ot pedig onnan veszi, amit a szüleitől lát, nullától 16-17-18 éves koráig sajnálja. Értitek? Például ebben fő hiba, nem nézi a tükörholteret, nem teszi az irányjelzőt, későn teszi, hamar visszaveszi, a tükörholtér az első helyen van, akkor hát ilyen hibákat követnek el, amit a szülők nagy általánosságban, de a másik legnagyobb probléma, hogy nem állunk meg a stop táblánál, hanem úgy, mikor elnéz balra, nem jön senki, már megyünk is kifele. És a forgalomvizsgán a bukásoknak legalább 50%-át a szülőknek köszönhetjük, mert így látja a gyerek. És képzeljük el, a gyerek tudat alatt is azt fogja tanulni, amit a szülőktől lát. A szülőktől jót lát, akkor 100-ból 99 gyerek jól is fog vezetni, jól fog a munkahelyen viselkedni, rendet rak a szobájába, a konyhájába, stb. Mindent. Szóval a szülőknek a példamutatása az egyik legfontosabb dolog, mert ezzel csak a gyereket elősegítitek a jogosítványszerzésre, a munkahelyen való megfelelésre, meg a házas életre való megfelelésbe. Na, köszönöm szépen!